A témanap célja a környezettudatos szemlélet kialakítása, ennek fenntarthatósága, a szelektív hulladékgyűjtés fontossága volt. Az akció mottója többet kevesebből. Több mindenhez csatlakoztunk a mai napon, az egyik az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében megrendezendő témanapunk, ami a kevesebből többet nevet kapta, vagy ez a jelmondata az iskolának ezen a napon, és ez arról szól, hogy minél jobban fel szeretnénk használni a keletkezett hulladékot, nem csak itt az iskolában, hanem itt az otthoni hulladékra is gondolok. Ez több mindent takar vagy foglal magában. Egyrészt a gyermekek kézműves foglalkozásokon különböző ajándéktárgyakat, használati tárgyakat készítenek. Elsősorban használt szemétből, igazából papírhulladékból, újságpapírból, de például itt a jobbra tőlem, itt például olyan kifliből, tehát száraz kifliből készítenek mákos gubát, ami szintén ugye az újrafelhasználásnak egy bizonyos módja. Meghirdettünk erre a napra szelektív hulladékgyűjtést is. Ugye iskolánk együttműködési megállapodást köt egy KFT-vel, amelynek keretében ugye el fogják tőlünk szállítani majd a műszaki hulladékot, a papírhulladékot ugye eddig is gyűjtöttük, azon kívül a szelektíven gyűjtjük majd a műanyag PET-palackokat, ugye PET-palacnyomók is kerültek az iskolában több helyre, és azon kívül pedig ugye egy olvasópultot alakítottunk ki a gyermekeinknek a számára, ami azt akarja, hogy az otthon már nem használt, megunt, esetleg nem olvasott könyveket behozzák, és másik gyermek számára hasznos elfoglaltságot jelent majd ennek az olvasása. Közel 400 tanuló vett részt abban a feladatban, hogy hulladékból újrahasznosítással értéket teremtsenek. Mit készítetek itt? Fenyőfát. És pontosan hogy készült ez a fenyőfa? Elmeséled nekem? Hát ilyen papírból. Van alatta valami? Nincs. Hát csak egy ilyen alap fenyőfa. És ti vágtátok ki rajta alapokat is? Igen. És hogy tetszik neked? Jó ilyen csinálni? Igen, nagyon. Mi az, ami a kezedben van? Elmeséled nekünk, hogy hogyan készült? Ez egy távirányítós autó, én csináltam, és ilyen drótból, volt ilyen kötöző drót, és annak a belsejében volt ilyen vas, és mivel a fém vezeti Lested valahonnan, hogy kell egy ilyet megcsinálni? Vagy? Internetről. És milyen részek vannak benne? Látom, hogy van benne két elem. Mi a többi része? Hát van egy ilyen kupak rajta, és akkor ez így, hogyha érintkezik, akkor megy. És akkor ilyen vezetéken működik, ha jól látom. Csináltál már hasonlót? Nem. Akkor a fizika tanár nagyon örül neki, hogy ilyen ügyes vagy. Nekem még nincs fizika. Akkor ez ilyen saját ötlet? Na mesélj nekünk, milyen dolgokat szeretnél még akkor csinálni, mert gondolom nem ez lesz az utolsó. Hát lehet még ilyen hajót is csinálni, meg ilyesmiket. Ki is fogod próbálni? Igen. Szereted a hulladék gyűjtés, a szelektíven gyűjtöd a szemetet és véded a környezetet? Igen. Pontos? Igen. A szülők is rendkívül sokrétűen veszik ki munkájukat a szelektív hulladékgyűjtésből, hiszen nem csak ezen a projektnapon jöttek el segíteni, hanem az őszi és a tavaszi papírgyűjtésre is figyelnek. A fővárosi közterületfelügyelet hogyan kapcsolódik most ehhez az Európai Héthez és a dabasi intézményekhez? Jelenleg a dabasi általános iskolából hívtak meg Morva Ági személyében, aki az otthoni projektet vezeti, hogy hét alkalmából jöjjünk el és tegyünk látogatást az iskolában, és hoztunk a gyerekeknek egy kisebb promóciós anyagot, megismertetőt, amivel a gyerekek kicsit fejlődhetnek. Ott voltatok az iskolában, kivetétek a részleteket. Milyen volt ez a hét a ti szemszögetekből? Nagyon kellemes volt, pozitív csalódásért, mert az egész kicsik is, az első osztályosok is aktívan részt vettek a feladatok megoldásában. A nagyok különböző papírsémákat, meg mindenféle papírformákat készítettek el, amik jól sikerültek, azokat pedig díjaztuk. Mi az, amit most itt csináltok az asztalnál? Hát karkötőket és nyakláncokat, és ilyen karácsonyfadíszeket papírból. Hát azért most már jó ideje foglalkoztok itt a suliban a hulladékgyűjtéssel, a szelektív személygyűjtés. Ez fontos neked? Igen, fontos. Mesélj nekünk erről egy kicsit, te hogyan gyűjtöd a szemetet? Hát én a papírt gyűjtöm, általában papírgyűjtésre hozom, mi nem dobálom el a szemetet, meg ilyenek. Jó, hogy a suliban erre figyelnek a tanárok, és erre nevelnek benneteket? Jó.
Ez a mai nap, ez kifejezetten nálatok erről szól. Mi az, amit még itt az asztaloknál csinálhattok, és mi az, amit akár te magad készítettél erre a díszítésre itt most? Hát karácsonyfa díszeket csinálunk, karácsonyfákat, papírból csinálunk ilyen kosarakat, fonott kosarakat, zacskókat, ajándékzacskókat meg. Gondoltad volna, hogy akár hulladékból ilyen jó dolgokat lehet csinálni? Nem. Tehát akkor ez egy jó újdonság. Igen. Az iskola egyfajta versenyt hirdetett meg az osztályok között papírgyűjtésben. Az elszállított hatalmas mennyiségű papírhulladékból befolyt összeget minden osztály közösségépítő alkalmakra, például fagyizásra, kirándulásra vagy bábszínházra költheti majd. Ugye egész Dabas városának fontos a szelektív hulladékgyűjtés, és azt gondolom, hogy a gyermekeket minél kisebb korba kell erre elkezdeni nevelni. Na most az óvodában már történik egy elég erős nevelési folyamat Dabas városában, és ezt szeretnénk mi is továbbvinni, bizonyos programokkal hozzá kapcsolódni. Na most a gyerekeknek lehet kétféle módon lehet nevelni. Én abban hiszek, hogy minél több programot, tehát ilyen projektmódszerben oktassuk a gyermekeinket, tehát nem csak egy tanítási órán foglalkozunk ezzel a kérdéskörrel, és utána kicsöngetnek, majd elfelejtődik az egész dolog, hanem tényleg a mindennapi életben is használják, mindennapi életben is így éljék az életüket, és akkor van ugye arra esély, hogy a gyermekeink egy olyan élhetőbb, jobb világba éljenek majd. Na most még visszatérve a gyermekek nevelésére, igazából a szülőknek is szükségük van egy kicsit a nevelésre. Én bízunk abban, hogy a családokba így el tudunk jutni, tehát nem csak a gyermekek vesznek részt a programokban, hanem a szülők is. És hogyha a gyermek otthon mondja, hogy anya, gyűjtsük szelektíven a hulladékot, akkor azt gondolom, hogy a szülők is majd ezáltal egy kicsit bekapcsolódnak a programba, és ez a cél.